Szappanos József magas színvonalú közszolgálati munkájának elismeréseként 2023. augusztus 20-án kapta meg az Ozoráért díjat. Egy anyakönyvi névelőírás miatt ugyanaz oklevélen a Szappanos név szerepel, de a faluban mindenki tudja, hogy a helyi általános iskola nyugalmazott, címzetes igazgatójáról van szó. Közel 60 éve él Ozorán. 1965-ben kerültem ide, nagyszerű volt a fogadtatásom, ugyanis futbolista voltam, és az minden faluban az időtájt nagyszerű volt az, ha valaki be tudott illeszkedni a faluba valamilyen tevékenységével. Hát nekem ez volt az első legfontosabb. Szeretettel vártak, fogadtak a csapatban, ugye gólokat lőttem, mint csatár, és ez nagyon tetszett a lakosságnak, a szülőknek, gyerekeknek egyaránt. És testnevelő, tanár később e területen tevékenykedtem, és az iskola sport életét próbáltam magas színvonalra emelni. 1973-ban az Ozorai Általános Iskola igazgató helyettese, majd 6 év múlva igazgatója lett. Nyugdíjba vonulásáig számos elismerésben részesült a testnevelés és a sport területén kifejtett tevékenységéért, mindezek közül az ifjúsági sporttelep létrehozására és a lánykézi labdacsapat megalakítására a legbüszkébb. Volt egy ilyen mozgalom az országban, hogy pályaépítő klubja. Én későn értesültem erről, a népsportban tudtam meg, hogy van ilyen, már lezárták a pályázatot. Erre bátorkodtam írni egy kérvényt, bemutattam, hogy milyen módon készült az Ozorai Általános Iskola sporttelepe, és munkánk elismeréseképpen a lezárult pályázatok után 100 000 forintos támogatásban részesítettek bennünket, hogy ez ösztönzést adott számunkra, lelkesedést, hogy tovább építsük, és 8 év munkája után, amelyben részt vettek a szülők, a gyerekek, a társadalmi szervek, mindenki, aki a sportot szerette, így 8 év után elkészült egy olyan ifjúsági sporttelep, ezt a nevet kapta meg, mely a tanulók ugye jól érezték magukat, itt tudtam a képességeiket kibontakoztatni, fejleszteni. Itt ezen a pályán született meg, alakult ki az a női kézilabda csapatom, akivel a megyebajnokságban is sok sikert értünk el. Vezetői tevékenységére a koronát, az a 143 millió forint értékű sikeres pályázat tette fel, amely az iskola felújítását, korszerűsítését szolgálta. A feleségemmel megbeszéltük, egyszerre fejeztük be a munkát, ő is pedagógus volt, 43 évi munka után él, ő meg 42-vel fejeztük be az aktív pedagógusi tevékenységünket, és a sors fintora az, hogy az iskola szeptember 1-jére készült el, akkor kezdhettem volna új tanévet, nejemmel együtt, de erre már nem került sor. És egy kicsit úgy bántott is a dolog, mert ilyen gyönyörű iskolában, jól felszerelt számítógép rendszerekkel, szabtantermekkel hoztunk létre, és tulajdonképpen már nem tanítottam, de úgy érzem, hogy jó döntés volt, mert időben kell tudni abbahagyni a munkát is, és időben kell tudni letenni a tevékenységet is. Nyugdíjas éveit a családi szőlészet, borászat körüli teendőkkel tölti, itt a pincészetben mindig akadt tennivaló. S ha megpihen, a teraszról körül tekintve elé tárul Ozora, a falu, amely egész életét jelentette. Ez a falu nekem életem álmait jelenti, ugyanis itt ismerkedtem meg a feleségemmel, aki Szekszárdon a közgazdasági technikumban végzett, Ozorai leány, de ez csak egy szelete ugye a történetnek, az itt kifejtett munkámnak, az itt leélt életemnek, faluban volt élet, jól érezte magát mindenki, úgy vettem észre, magam is ebbe a közbe tartozok, és nagyon jó volt itt Ozorainak lenni. Az én aktív időszakomban a szülők együtt lélegeztek velünk a gyerek érdekében. Tehát akkora volt a szülői ház és az iskola kapcsolata,
hogy minden problémát, ha volt probléma, megbeszéltük. Erre jó voltak a szülőértekezetek, minden a szülők akadémiája sorozat, amit beindítottunk annak idején, főleg a magatartás, a tanulók magatartásának személyiségfejlesztése érdekében. Partnerek voltak a szülők mindenben szinte. Az adott problémát, ami volt a tanulók között, le tudtuk rendezni az adott órában, úgy mondjam, mert egy óra múlva már a szülőkkel együtt letárgyaltuk az igazgató irodájában a problémát. Mindenki emelfővel ment ki, mindenki békében, egyetértésben és a feladatok megoldásában mindenki részben, maga a gyerek, a szülő és a pedagógusok is. Nagy büszkeséggel mondhatom, és elismerésnek, megtiszteltetésnek, hogy engem még a mai napig is igazgató úrnak, tanár úrnak szólítanak. Ez rendkívül nagy dolog, ugyanis nevezzük nem ilyen dolgot. Tehát a plébános úr volt valamikor az igazi úr, elnézést a hívek, a lelkek pásztora, az iskola igazgatója, ugye az iskoláskorú gyerekeknek a pásztora, hogy így mondjam, és felemelő érdés valóban az, hogy ez a tisztelet, szeretet még a mai napig is körülvesz.